Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornámon, én Petra vagyok, ez pedig egy újabb haul videó lesz. Hogy érdekel titeket, hogy miket vettem mostanában, akkor tartsatok velem. Természetesen nem sorrendbe fogok haladni, mert sose tudom tartani a sorrendet, és már nem emlékszem, hogy mit hol vettem, úgyhogy megpróbálom kategóriákra osztani a dolgokat, amiket vásároltam a mai napon, úgyhogy vágjunk is bele. Oké, az első kategória szerintem az ilyen össze-vissza mindenféle dolog lesz, és ezek között az első dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, az egy icipici fésű. Ezt azért vettem, mert a táskámba szerettem volna hordani egy fésűt, de a táskám elég kicsi ahhoz, hogy egy ilyen teljes nagyméretű fésűt beszerezzek, úgyhogy bementem, vagy beletegyek, úgyhogy bementem a Bootsba, és ezt ott vettem. Kemény 1,5 fontért talán, bár eléggé drága volt ahhoz képest, ugyanis a King's Cross-i Bootsban voltunk, ami alapból egy eléggé drága hely nyilvánvalóan, de meg kellett vennem, és most voltam Boots közelében, úgyhogy gondoltam, hogy egy ilyet beszerzek. Illetve ugyanitt a Bootsba vettem egy Rimmel Glam Eyes szemhéjtust, és ennek nem tudom, hogy milyen az ecsete, hogy őszinte legyek, de azt mondták, hogy ez a legprecízebb, és én nagyon szeretem az ilyen precíz szemhéjtusokat, és hát hogyha őszinte akarok lenni, akkor nekem a kedvenc szemhéjtusom az a Maybelline-nek ez a tégelyes szemhéjtusa, amihez ugye jár egy ecset is, és én azt vettem már újra harmadszorra, viszont rendszerint beszáradnak, és egyszerűen nem tudom őket normálisan elhasználni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy most beszerzek egy ilyen kis pilces tust, és remélhetőleg ezt el tudom használni. Nagyon sajnálom, hogy ez a Maybelline-es beszáradt, mert nagyon-nagyon-nagyon szeretem, és nagyon, tényleg szerintem az a legjobb, viszont egyszerűen akkora mennyiség, és annyira keveset kell használni, hogy egyszerűen sehogy se lehet elhasználni. Úgyhogy igen, ezt mondjuk egy kicsit sajnálom, hogy megpróbálkozok ezzel a szemhéjtussal, hát ha szeretni fogom, és akkor hát ha át fogok térni erre, majd még meglátjuk. Illetve vettem egy új fülhallgatót, rendszerint tönkre teszem a fülhallgatóimat, és most legutóbb, amikor Magyarországon jártam, vettem egy tök jó fülhallgatót, aminek mikrofonja is van, viszont valamit csináltam vele, és az egyik fele halkabban szól, mint a másik. Nem a fülemmel van gond, az biztosan, de hát sajnos ezek szerint így tönkretettem. Tudom még használni híváshoz, úgyhogy nem fogom kidobni, viszont a zenehallgatásra kellett egy új, és ugye én nagyon-nagyon sokat hallgatok zenét a telefonomon is, és úgy amúgy is, és ezért vettem a CX-ben vettem 10 fontért egy Sony fülhallgatót. Gondolkodtam egy ilyen 40 fontos fülhallgatón, mert hogy az ilyen extra durva király, meg a cucc, meg mit tudjam én, de végül úgy voltam vele, hogy úgyis tönkreteszem, úgyhogy inkább megvettem ezt a Sony-sat. Oké, akkor folytassuk is a fehérneműkkel, illetve egyéb ilyen kiegészítőkkel, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Konkrétan vettem 4 darab bugyit. Alvós bugyit, ugye én ilyen nagymama bugyikban szoktam aludni, és most vettem egy 4-es csomagot a Primarkban 4,5 fontért. Szerintem tök jó árban volt, bár azt hittem, hogy ez 3,5 font. Na mindegy, 4,5 fonttal is jó árban van, úgyhogy igen, ez csak egy ilyen sima 4-es bugyipak, úgyhogy igen, ezt vettem ott. Akkor vettem szintén a Primarkban 2,5 fontért egy harisnyát, egy ilyen fekete harisnyát, mert harisnyám itt kint nincsen, és most vettem egy szoknyát is, és gondoltam, hogy majd a kettőt így összepasszintom. Illetve pont emiatt vettem egy vastagabb harisnyát is, ami tök jó lesz télre. Mindkettőt ugye ehhez az 1 darab szoknyához vettem, mert ez az 1 darab szoknyám van jelenleg, amit majd mindjárt meg fogok mutatni. Úgyhogy ez 3,5 font volt ez a ez a téli változat, és ugye, mint mondtam, 2,5 font volt ez a sima, ilyen kicsit átlátszósabb harisnya. Nem tudom pontosan a méreteimet, de a Primark, azt tudjuk, hogy ilyen, nem tudom, nem kínai, de valahogy a méretek mégse passzolnak úgy nagyon hozzám, ezért gondoltam, hogy ebből az XL-es esetleg jó lehet, ebből meg az LXL-es, meglátjuk, lehet, hogy nagy lesz, lehet, hogy kicsi lesz, fogalmam sincs, de minden esetre ennek nagyon-nagyon jó anyaga van, úgyhogy már nagyon várom, hogy hordhassam.
Oké, akkor rátérhetünk a ruhadarabokra. Nem vettem túlságosan sok ruhát egyébként, de úgy gondoltam, hogy mégis megmutatom, mert amúgy egész jó cuccokat találtam. Szóval találtam szintén a Primarkban 9 fontért egy pizsama fölsőt, ami egy inkább Halloween-nek fogok használni, mert nagyobb méretbe vettem meg, ez 2XL-es, és ezért tök jó lesz ilyen Halloween-nek, úgy gondolom, ez egy ilyen szürke ilyen inges Halloween-ing igazából, tényleg olyan, mint egy ing, és nagyon szép szürke, rá van írva a kis zsebére előre, hogy Dream, úgyhogy igen, ezt gondoltam, hogy ilyen kényelmes, alvós fölsőnek tök jó lesz, vagy itthonra csak úgy járkálni benne, és nagyon-nagyon jó anyaga van, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ezt megvettem. Illetve ugyanitt a Primarkban megvettem a most, szerintem a mostani legnagyobb szerelmemet, az pedig egy ilyen katonai mintázatú fölső. Mármint nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de nekem van egy farmer fölsőm, amit ilyen őszi, tavaszi, nyári kis kabátnak szoktam hordani, de viszont ez egy férfi fölső, és már eléggé el van nyűve, el van színeződve, meg amúgy is nagy, és sokan mondják, hogy nagyon rondán áll rajtam, viszont amúgy én nagyon szeretem ettől függetlenül. Viszont pont ezért is szerettem volna venni egy új ilyen kis kabát féleséget, ami nem konkrétan kabát, hanem inkább ilyen kardigán-szerű, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt megfogalmazni, de én ezt kabátnak fogom használni, és az ilyeneket általában én kabátnak használom. Úgyhogy megláttam ezt a katonai mintázatú ilyen kis kabát féleséget, és rögtön beleszerettem. Nagyon-nagyon szép. Annak ellenére, egyébként, ja, így néz ki. Annak ellenére, hogy az ujján oldalt van ilyen kis piros akármi, amit annyira nagyon nem értek, mindkét oldalon egyébként. Ennek ellenére nekem nagyon-nagyon tetszik, és direkt a legnagyobbat választottam belőle, ez XL-es, és így is ugye bő rám, főleg itt a vállánál, meg úgy amúgy mindenhol máshol is, de a vállánál látszik legjobban, hogy azért kicsikét bő rám. És ez volt 20 font. És hát egy kicsit sajnáltam, de tudtam, hogy sokat fogom hordani, úgyhogy végül is megéri. Van itt egy kis zsebe, amit észre se vettem, illetve a másik oldalt is van ugyanitt egy kis zsebe, és máshol nincs zsebe, igen, csak ott van, és nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy valószínűleg ezt sokat fogom hordani, és nagyon-nagyon szeretem. Nagyon sokszor fogtok látni benne szerintem képeken, meg ilyen olyan helyeken, mert tényleg nagyon-nagyon tetszik nekem, úgyhogy ennek örülök talán a legjobban. Oké, akkor folytassuk is. Voltam bent a H&M-ben, mert, mint mondtam, ugye szoknyát kerestem, és találtam is a H&M-be. Ez a szoknya egyébként 13 font volt, és ez egy L-es H&M-es szoknya, teljesen sima, egyszerű, fekete, ilyen kis pörgős szoknya. Nekem nagyon-nagyon tetszik, mert szerintem sok mindenhez fel lehet venni ezeket a fekete szoknyákat, és nagyon tetszik az is benne, hogy a derekamon is tudom hordani, és a csípőben is tudom hordani, így lehet állítgatni, vagy hát meg lehet szabályozni, hogy milyen hosszú legyen a szoknya, és nekem ez nagyon-nagyon tetszik benne, illetve nagyon-nagyon jó anyaga van, és jó nyúlós. Is not a home. I hate this song. Is a house really a home when your loved ones is gone? And niggas got the nerve to blame you for